Na, cső, Babi néni. Hát meg vagyok egy kicsit fázva, vagy hát nem is kicsit. Ezért nem is a hangom miatt bocs, hanem hogy közben hol cukorkát szopogatok. Arra gondoltam, hogy megmutatom, mi van a telefonomon már, mint hogy milyen alkalmazások, én miket használok. Ugye mindenki más és más érdeklődési körül. Mi a faszomat magyarázom? Na, mi van a telefonomon, geci? Kezdjük. Ugye az első ikon, az feleségem gyors tárcsázója. Azután van egy mappa, ugye egy Huawei P8 Lite készülék ez, ami teljes mértékben Apple kopintás, és valószínűleg ennek köszönheti a sikerét, itt nincs menü, itt mappák vannak. Na, ez a média mappa. Horizon Go az első, tartozom egy vallomással, szerintem a világon nincs még egy olyan hülye, aki egy lakásba két kábel TV előfizetéssel rendelkezik. Na, én ezen hülyék közé tartozom, ugye van egy a fiókomat össze tudom csatolni a telefonommal, így mit tudom én, éppen tudom nézni, hogy az M1-en most biztos, hogy izé megy mi, migráns. Faszom. Körülbelül ilyen mennyiségben Jézus szolgálunk fel Mária. Na. forralbort. Köszönöm szépen, és reméljük nem fog megfagyni senki. Forrálbort osztanak valahol. Megyek, keci. Na. Ez az első. Mi van? Lép már ki. Aztán ugye T-Home előfizetésünk is van, ez meg a TV Go alkalmazással aktiválható, itt is ugyanaz. Most mi a faszom, most ezt mutogassam meg, ugyanúgy meg tudom nézni, mi megy most a TV-be, gondolom. Legyen úgy, Búrján Károlynak, Kaposvárra, köszönjük szépen! Legyen úgy. Na, amúgy meg nem mutogatom meg, hát értitek, hogy lehet tévézni telefonon, gondolom én. Ó, menj már innen. Na hát a következő, ez a Canon Print nevű program, ez a nyomtatóval van összekötve, ugye vezeték nélkül a nyomtató, így van egy kép, vagy egy dokumentum, vagy valami, én azt telefonról ki tudom nyomtatni, nem kell kábelezni, meg átmásolni gépre, vagy ugyanúgy mit tudom én, tudok szkennelni, most oké, szken, és akkor valószínűleg mindjárt elindul a nyomtató. Én már hallom, hogy valami csörög. Igen, már szkennel is a nyomtató, és nem tudom, van abban most fénykép, vagy van abban egyáltalán valami. Passz. Mindjárt kiderül. Jó, csíkos így a kijelző, mi? Igen, na ez van most a nyomtatóban, a kislányomról egy kép szerintem. Jó, be is zárom ezeket a szarokat. Hát ez a Canon Print. Nem zártam be, mi? Fasztjeleknél. Na, van egy távirányító program, ez a T-Home-os MediaBox-szal működik, illetve van egy Smart Wave nevű program, ez Samsung okos tévékhez van, semmi másról nem szól, miért ilyen csíkos a kijelző? Na, mindegy. Ja, csak most nincs bekapcsolva a tévé, így nem csatlakozik. Mindegy, hangerőt tudom szabályozni, vagy kapcsoljon be a tévét, nem kapcsolom, hangerőt tudom szabályozni, a csatornát tudok váltani. Ez akkor jó, mikor felmegyek az emeletre, ú, basszus, lent bekapcsolva maradt a tévé, akkor fogom, és ezzel a programmal kikapcsolom lent a tévét. Van egy ilyen, hogy IP webcam, ez egy ingyenes próba verzió. Ez azt jelenti, hogy ha elindítom a programot, bármelyik más telefonon láthatom a lakásba, amit az én telefonom kamerája lát. Ez érthető? Na, szerintem érthető. Na, a következő, ez a Magistro, ez valami gyári fasság, videóvágó lenne, de nem értek el. Bifunky, ez egy képszerkesztő, témák, egyébként ez a Bifunky régen egész jó képszerkesztő volt, a frissítés óta szar. Témák, ez valami gyári geci. Player FM, a... Mi a faszom az, mondjátok már, podcasteket lehet hallgatni vele, olyan, mint az iPhone-oknál az podcast mappa. Akkor van egy Zedge nevű program, amit biztos nem így kell ejteni. Na, annak a lényege, hogy csengő hangra tudsz rákeresni, ez megvan a kedvenced, már be is állított csengő hangnak. Következő az Encore keresője. Ugyan valamit le akarok szedni telefonra filmet. Ugye én szoktam telefonon is torrentezni. Akkor itt csak beírom, mi kell, és már dobja is, nem kell, hogy encore.cc, bejelentkezés, faszom, hanem ez így megy. UPC Phone, ez Wi-Fi-n keresztül működik, vagy hát mobil interneten keresztül, de a csörög itthon a vezetékes telefon,
és én mit tudom én, oda vagyok a bátszalókon, akkor ugyanúgy tudom kezelni az itthoni hívásaimat. Ami egyébként tök jó. Vagy éppenséggel tudok telefonálni is, tehát fel tudlak hívni vonalas számról, Üzbegisztánból is. Na, érted? MX Player, azt sokan ismeritek, biztosan ez egy lejátszó, Pornhub, hát erre nem is tudom, hogy kell-e kommentárt fűzni, ez a Zoom vagy Camdroid Free, ez is szintén egy pornó alkalmazás, pornó videókat lehet nézni, SoundCloud, ez a ingyenes zenemegosztó, Shazam zenefelismerő, TubeMate, na ez egy letöltő, ez sincs a Play áruházban, egyébként nekem nagyon sok program nem a Play áruházból származik, ezzel le tudok tölteni bármilyen YouTube filmet. Ennek ennyi a lényeg. Elindítom és letöltés Mobizen, vagy Mobizen, ezt tükrözni tudom a telefonom egy PC-re, de ez is gyárilag van rajta, de mi a gecinek. Ugye itt van a BitTorrent, ezzel tudok torrentezni. TVcast, szintén okos tévékhez jó. Ez például azt jelenti, hogyha a telefonom elindítok egy inda videós vagy egy pornófilmet, azt egyből ki tudom küldeni a tévére is ennek a programnak a segítségével. A Raketium a következő, fogalmam nincs mi a geci az. Aztán itt van a Nikon alkalmazása, ez a fényképezőgéppel van összekötve, ugye a fényképezőgép feltölti egy felhőbe a képeket, ahogy elkészül, és akkor én már tudom is itt nézni a fotókat, hogy miket fotóztam. Érted? Persze, hogy érted. Na, azt hiszem a média mappát azt kiveséztük. Következő a UTS. Hát ez meg ilyen teljesen alapfasságok. A számológép, Facebook Lite, ez egy Wi-Fi jel, baszó, nem tudom mi ez a Wi-Fi Master, leszettem, de nem töröltem. Ez a Go keyboard. A Huawei-nek nagyon szánalmas a billentyűzete, ezt le kellett szednem, viszont ez néha reklámokat dob fel, annyi a gáz. Gyári, izé, buziságok, ez jel erősítő lenne, és néha beválik, én nem hiszek ebben, de néha mintha jó lenne. Lehet ez ilyen izé, mi? Már bemesélem. Dropbox, az egy fájl megosztó, akkor itt a fájl kezelő, meg van egy ilyen, hogy Discord, fogalmam nincs, azt minek szedtem le. Rendben, van egy játék, a Plants vs. Zombie, és akkor itt hát gyárilag a szokásos ikonok. Alkupon start. Na az azért kell az az ikon, mert néha pornó közben kifagy a Firefox, és nem válaszol. És ha kilépek, elindítom az alkupon startot, ez csak egy parancsikon, akkor utána újra tudom használni a böngészőt. Mail.com, ez az e-mail fiókomnak az alkalmazása, fordító, itt van egy zene parancsikon, ami kurva gáz, mert ennyi bazd meg a média lejátszó. Hát egy szokó rádió igényesebb. Nem? Na, ez az szar. Akkor ilyen hang alapján fordít, ami Messenger, Flixbus. Ezt azoknak ajánlom, akik nem fosnak a buszozástól, és most mondok egy olyat, hogy Németország, Budapest, ezzel a Flixbusszal, tehát ez egy cég, 5000 forintért kivisznek. Akkor itt a honfoglaló Androidra, és akkor az androidosok örülhetnek, aki még nem ismeri, ugyanis tudunk egymás ellen játszani, és teljesen az a játék, ami az interneten is elérhető. Facebook fiókkal bejelentkezel, és mit tudom én, Atosszal meg Jocival tudnék most honfoglalózni, szóval egy társas játék úgy, hogy nem ülünk egy szobában. Én szeretem a honfoglalót. Pár napja bukkantam rá egyébként, hogy ez fent van. Hát ez pedig mind ilyen gyári faszom. Igazából ez volt a kezdőképernyő. Ez mind, amit gyárilag rádobáltak, de ilyen buziságok. És azt hiszem ennyi. Tehát az én telefonomon ezek vannak. Köszi, hogy megnéztétek. Sziasztok!